Folytassuk akkor a Jazz megismerését azzal, hogy megnézzük ezeket a leíró statisztikákat, hogyan lehet Jazzből kikérni. Az adatbázis, amit használunk, a BSC adatok 03 skála. Ez az, amit a JASP bevezető videósor végén e, létrehoztunk. Tartalmazza az azonosítót, tartalmazza a jeligét, a születési évet, de ugye a születési évből már létrehoztuk a korváltozót, a személyek nemét, családi állapotát, de a családi állapotból ugye létrehoztuk a kapcsolati státuszváltozót a BSCI korábbi pontszámot, illetve tartalmazza a jelenlegi BSCI életértelmessége pontszámot, a kérdőív itemeit és a fordított tételeket pedig már töröltem a kérdőívből. A JASPEN belül a legtöbb leíró statisztika az itt a deskriptíven belül lesz megtalálható. Én azt hiszem, hogy ez a menüpont ez mindig jelen van, de hogyha esetleg bármi olyan menüpontot használok, amit itt nem találtok meg a saját menüpont fületeken, akkor rá kell erre a plusz jelre kattintani, és itt kiválasztani az adott menüpontot. Oké, okay, hát akkor kattintsunk rá a deskriptívre, és lehet látni, hogy megnyílik a beállítási felület, illetve rögtön megnyílik egy output fül. Ugye még rögtön a a videósorozatnak a legelején én már kikértem egy leíró statisztikát. A korábban kikért elemzések és hozzájuk tartozó outputok -ok, azok itt lesznek mindenhol mindig felsorolva. Ezek ilyen lenyitható, meg összecsukható dolgok. Tehát a korábbi elemzés, amit kikértünk, ahol születési évet néztünk meg életkor bontásában, annak a beállításait itt találjátok és itt találjátok a hozzá tartozó rizálcot is. Ezt nyugodtan be lehet csukni, és mi most ezzel a második deskriptívvel fogunk dolgozni. Láthatjátok azt is, hogy a rizálc részben fehérrel jelöli, hogy éppen melyiknek a beállításaival dolgoztok. Ez a második deskriptív az ehhez tartozik. Ez az első deskriptív az ehhez tartozott itt. Oké, tehát most egy új friss deskriptívvel, még lehet látni teljesen üres a rizálc része is, nézzük meg, hogy miket tudunk beállítani. Követni fogjuk ugyanazt a gondolatmenetet, amit az SPSS-es leíró statisztika videósorozatban követtem, ugyanazokat az elemzéseket fogjuk, ahol lehet kikérni, úgyhogy aki esetleg mind a két programot meg szeretné tanulni, ugyanezen az elemzés sorozaton, az SPSS-es videósorozaton belül is végig tud menni. És akkor a legelső tábla, amit ott kikértünk, az a BSCI életértelmessége pontszám, és mellé tettem a korábbi pontszámot. És akkor lehet látni, hogy a kikapott, megkapott statisztika az egy nagyon egyszerű, áttekintést segítő, ilyen első ismerkedést segítő táblázat lesz. Lehet látni, hogy a BSC életértelmességében, 30 személynek van adata és 0 személynek van missing hiányzó adata. Ezzel szemben a korábbi pontszám az csak 20 személynél van meg, és 10 személynek van hiányzó adata. A BRC életértelmességének átlaga 6,86, a korábbi pontszámnak az átlaga pedig 11,55. Itt látjátok a szórást hozzá, a minimumot és a maximumot. És akkor bár azt ígértem nektek, hogy ebben az adatbázisban nem lesznek hibák, hát sajnos találtam benne egy hibát, de nem baj, legalább belekóstolunk abba, hogy milyen lesz majd az adat tisztítás. Ez a hiba, ez már ebben a leíró statisztikában is látható, és nagyon jól szemlélteti azt, hogy egyébként leíró statisztikákat miért szoktunk kikérni. Hát nézzük végig, mit is tudunk erről a, kér, erről a kérdőívről. Ugye a BSCI az egy 8 itemes kérdőív, és a, az itemek azok egy nullától kettőig terjedő skálán mérődnek. Ennek megfelelően, hogyha mindenki azt mondja, minden, hogy... Ennek megfelelően, hogyha valaki minden állításra azt mondja, hogy ő nem ért azzal egyet, nyilván a fordított tételeket fordítva értelmezve, akkor ugye 8x0 azaz 0 pontot tud elérni, tehát a legkisebb pontszám, amit a bsc kérdőíven el lehet érni, az 0 pont, a legmagasabb pontszám az meg 8x2 azaz 16 pont lesz. És hát ennek ellenére látjuk azt, hogy a BSC-i korábbi pontszámai között van itt egy 17-es pontszám is. És ez egészen biztos, hogy egy hiba az adatbázisban, hiszen a BSC-i nem lehet 17 pontot elérni. Hát keressük is meg ezt a hibát, és az adattisztításos videósorozatban erre fogunk technikákat találni, hogy hogyan lehet ezeket a hibákat megtalálni. Most viszont nem szeretném az időt húzni vele, mert nem erről szól ez a kurzus, hanem menjünk vissza csak az adatokra, duplán kattintsunk rá, hogy megnyíljon Excelben az adatbázisunk, és ha sikerült megnyitni, akkor gyorsan legörgetünk, és látjuk, hogy itt Biki a 20-as sorban van ez a 17-es értéke. A, az adattisztításos videósorozatban részletesen fogunk ilyen hibákról beszélni, és ott elfogom nektek mondani, hogy mikor szabad ezeket a hibákat ö, törölni, mikor szabad ezeket a hibákat átírni, mikor kell az egész sor törölni. Ö, most viszont nem húzom ezzel az időt, tegyük fel azt, hogy ellenőrizni tudtam azt, hogy mi ez a helyes érték, és ennek megfelelően átírhatom 16-os pontszámra ezt az értéket. Jó, hát ezzel most gyakorlatilag ennyit csinálunk. Vissza fogunk térni az ilyen hibákra az adattisztításos videóban. Elmentem az Excel-t, és akkor visszalépek a Jazz-be. Ha esetleg nem frissült azonnal, akkor bejövök ide a preferenciákba, azt mondom, hogy Data, és automatikus szinkronizálást fogunk kérni. Rámentek még egyszer az adatbázisra és akkor már is lehet, hogy lehet látni, hogy Biki Csunájnak a pontszáma az 16-ra változott át, és ennek megfelelően, ha visszajövök ide a deskriptív statisztikákba, itt is lehet látni, hogy a BSCI korábbi pontszámában ez a 17-es maximum érték 16-ra változott. Rendben, hát megvoltunk az első leíró statisztikánkkal, így lehet átlagot, szórást, minimumot, maximumot kikérni, és rögtön kaptatok egy ízelítőt is arról, hogy mire fogjuk például az ilyeneket használni, arra, hogy ilyen uh, hibákat keressünk az adatbázisunkban. Fontos még erről a deskriptív statisztikáról azt elmondani, hogy a hiányzó értékeket azt case-wise kezeli. Láthatjátok, hogy BSC életértelmessége pontszáma mindenkinek van, és nulla személynek hiányzik ez az értéke. A korábbi pontszám viszont csak 20 személynél elérhető, és 10 személynél hiányzó értékként szerepel. A case-wise hiányzó értékkezelés pedig azt jelenti, hogy ebben a változóban akkor is megjelenítem a személyeknek az értékét, ha a többi a leíró statisztikába behelyezett változóban esetleg nincsen a személynek értéke. Tehát itt mindenkinek az értékét látjuk, akinek van BSC életértelmessége pontszáma, akkor is, ha esetleg a korábbi pontszám adata hiányzik. Na hát kérjünk ki is egy újabb leíró statisztikát, ekkor kettő dolgot tehetsz, vagy itt változtatod azt, hogy mit szeretnél kikérni, például a kort behelyezem még mellé, és akkor lehet látni, hogy ezek az outputok -ok is azonnal frissülnek, és megjelenik a kor oszlopa is. Ha viszont szeretnéd ezt az outputot így egyben megtartani, és szeretnél egy új leíró statisztikát kérni, akkor újra rá kell kattintani erre a deskriptív ikonra, és lehet látni, hogy egy harmadik deskriptív statisztikát is megnyitott, az előző kettő az beszürkült, mert nem azok vannak most nyitva, és ez az új deskriptív egyelőre a teljesen üres táblájával van fehéren, ebbe fogjuk most az adatainkat behelyezni. Hát helyezzük be mondjuk a BSC életértelmessége pontszámot, helyezzük be a kort, és helyezzük be a nemi változót. Korábban azt már láttuk, hogy a BSC életértelmességében 30 személynek van adata. Átlagát, szórását, minimumát, maximumát láttuk már. Koradata 23 személynek van, 7 embernek hiányzik, átlag 42 év, majdnem 43, szórás 11 év, minimum 23, maximum 58 évesek a személyek. Nemi adata mindenkinek van, senkinek nem hiányzik a nemi adata, minimuma egy, maximuma kettő. Ugye a nemi adat az egy nominális változó, ezért alapból a minimumát és maximumát azt nem értelmezzük. Viszont arra jó ez a két mutató nekünk, hogy leellenőrizzük, hogy esetlegesen vannak-e hibás adatok a nemi adatban, hiszen mondjuk, ha maximumként három fordulna elő, az egy hibás adat lenne, azt meg kéne keresnünk. De alapból, miután ez egy nominális változó, ezért minimuma-maximuma nem értelmezhető. Szintén nem értelmezzük alapvetően az átlagát és a szórását sem, hiszen a egy nominális változónak nincsen átlaga vagy szórása. Miután ez egy dihotom változó, azaz csak egyeseket és ketteseket e, tartalmazhat, az átlagnak mégis van egy olyan jelentése, vagy hát e, arról ad egy pici információt, hogy milyen arányban fordul elő az egyik és a másik kategória e, az adatbázisunkban. Hiszen, hogyha egyeseket és ketteseket, egyforma mennyiségű egyest és egyforma mennyiségű kettest összeátlagolsz, akkor másfél jön ki átlagnak. Összeátlagolok. 5 darab egyest és 5 darab kettest, akkor a, annak az átlaga az másfél lesz. Hogyha összeátlagolok kevesebb egyest és több kettest, akkor ugye ez az átlag, ez változni fog, és a ketteshez közelebbi értéket fogok kapni. Hogyha meg több egyest átlagolok, és kevesebb kettest, akkor meg az egyeshez fog közelebb kerülni az az átlag. Tehát alapból az átlagát a nemi adatoknak nem értelmezzük, publikációkban nem tesszük bele, attól még egy ilyen arányról adó információról ad nekünk egy kis ö, információt.